Vlagyimir Viszockij neve nem csak Oroszországban, hanem Európa számos országában és Amerikában is ismert. A híres moszkvai Taganka színház tagja volt, annak legendás rendezője Ljubimov ismerte fel dalköltői tehetségét. Gitárral kísért dalai már életében túlnőttek rajta, az oroszok rajongásig szerették, és szeretik ma, halála után közel 40 évvel is. Az orosz sanzon hagyományok, a városi folklór, a kocsma, katona és börtöndalok megtermékenyítő hatására Viszockij eredeti, kemény, humoros és tragikus dalokat költött korai ifjúságától kezdve. Több mint 1000 dalt írt, néha egy-egy film számára is. Műveinek zöme életében nem került kiadásra, csak agyonjátszott magnetofon felvételeken terjedt országszerte. Versei millió gondolatait fogalmazták meg. Kifejezte az orosz embereknek, vagy akár tágabban mondom, a szovjet embereknek az érzéseit. Amit nem tudtak, vagy nem mertek ők kimondani, azt kimondta, helyettük is, kiénekelte, bele kiabálta, bele ordította a világba, és egyébként ami tiltott, az amúgy is figyelmet jobban kelt, és hát a tilos gyümölcs egy kicsit talán édesebb is, úgyhogy nagyon figyeltek rá, már csak emiatt is. Azt fejezte ki, amit ők a lelkük mélyén titkoltak. Viszockij költeményeit a világ számos nyelvére lefordították már. Marosi Lajos 15 éve tolmácsolja az orosz bárd műveit. A szerkesztő célja az volt, hogy egy kötetben jelenjenek meg az alkotások. Azt gondoltam, hogy legyen a magyar olvasónak és legyen a magyar irodalom történetnek valami olyan, amelyikből kiindulhatnak. Tehát, hogyha verselést, ha formát szeretnék megtudni, hogy ő hogy dolgot, én fordításaimból az is kiderül. Ezeket a legnagyobb mértékben időmértékesre fordítottam, és hát így egységes. És így körülbelül az autentikusnak elfogadott versek közül a 25%-ot adtam ki ebben a könyvben. Egy negyed rész az nem kevés azért. Marosi Lajos fordítói munkáját, a barátságot, a szerelmet és a hősiességet megéneklő versekkel kezdte, majd a börtön, vodka és sportdalokon át eljutott a szovjet képtelenségek kigúnyolásáig, végül a filozofikus, ám ijesztő látomásokat és undokpofákat is felvillantó költeményekig. A fordító a 160 időmértékes verset és kulturális háttérrel is aláfestett Viszockij kötetet így jellemzi, Borda röngenez, Rivalda fénnyel.